Képzeld el, hogy egy összetekeredett kígyó úszik fel gerincscsatornádon. Először a gyökércsokrot éri el, majd a gyomrot környékezi meg, utána köldököt, majd a szív következik, ezután a garatot környékéhez, és a harmadik szem után a koronacsokrot éri el. Jelen esetben a harmadik szemről szeretnék szólni a jóga meditációs CD alapján. Mint már tudjuk, a két felső energiaközpontunk, a homlok és a korona csakra, a szellemi világhoz, vagyis a legfinomabb világokhoz köt bennünket. És ezek a világok minden emberben ott kezdődnek, ahol az én, az ego véget ér. John Donne szavait idézve, rövid álmunk örök lét kezdete, s nem lesz halál. Csak egy fog halni, te. Hatodik a felszentelés szentsége, ami a homlok vagy harmadik szemcsakrához kapcsolódik. Szimbolikus formában mások szolgálatára vonatkozó feladatainkat képviseli. Minden ember képes valami mélyen jelentőségteljes dologgal hozzájárulni mások életéhez, azon a személyes minőségen keresztül, amivé élete során válik. Ettől az energiaközponttól kapjuk az ösztönzést arra, hogy az életünk során felbukkanó misztériumokra, rejtélyekre választ keressünk. Szakrális tanítása így szól, csak az igazságot keresd.